Akarod abba hagyni, amikor 200-an és 400-an is te vagy a világcsúcstartó. Te vagy igen. A minden cím védője, kivéve ugye a Sheffield miatt a 200 vegyes az Európa-bajnokságon, de hát ott nem indultál. Miért nem indultál? Most már megtudhatjuk? Ma akkor tudtad, hogy esetleg veszély van, vagy? Nem, egész egyszerűen az olimpia után gyakorlatilag egy fél éves pihenőt kaptunk, tehát az egész csoport, a csoport nagy része, illetve az idősebb versenyzők, inkább úgy mondjam, nagyobb pihenőt kaptunk, nekem Tamás bácsi elengedte az egész évi hátralévő munkámat, tehát nem kellett egyesre járnom december végig, januárban kezdtem csak el a felkészülést, és egészen a fél éves kihagyás után egy néhány hónapos felkészüléssel csak a 400 vegyese voltam jó, 200 vegyesen nem tudtam volna annyit teljesíteni, mint ami a győzelmhez szükséges lett volna. Tehát egész ezen az évközi formámból már ez kitűnt, hogy akkor a EB előtt egy-két hónapon már lehetett látni, hogy most nem tudok olyan magas szinte följutni a kihagyás meg a rövid felkészülés miatt, mint amire szükséges lenne. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen akkor dőlt el, amikor Tamás bácsi egyszer kiengedett a kezéből, amit vasmarokkal szorított, mert nem. Hallani, hogy téged azért nem úgy volt, hogy Tamás ugor be, aztán gyere ki, és közben 6-8 órát, ahogy mondottad, volt 100%-os energiával dolgoztál magadtól, hanem mindig kellett az edzői totál szigor, hogy amikor Sheffield előtt lazítottál, akkor eldőlt, hogy mi lesz Róma előtt. Nem, Sheffield előtti lazítás, tehát az olimpia utáni lazítás, az hozzátartozott az olimpiai 4 éves felkészülés végéhez, tehát annak mindenkinek mindenképpen ott kellett lennie. De Tamás bácsi, rosszul az, hogy kiengedett a kezéből, ilyen formán már 6 éve kiengedett a kezéből. Gyakorlatilag Szeul után volt az első hosszabb pihenő, több hónapos pihenő, amikor egyáltalán nem kellett edzésre járni. És utána már én úgy érzem, hogy új alapokon kezdtük el a további munkát, tehát 88 óta van végül is ez a szabad döntési lehetőségem, vagy szabadabb döntési lehetőségem, mint a csoport többi tagjának, hogy egyszerűen én dönthettem el, hogy akkor most egyáltalán akarok-e úszni, folytatom-e, hogy csinálom, milyen intenzitással, tehát már nem volt rajtam az az edzői nyomás, mint korábbi években. Szécsi Tamás maga nyilatkozta, tehát ez most nem ármánykodás, hogy volt idő, amikor ő hát úgy papuccsal is segítette az edzés munkát, magyarán bizonyos fertályokra ütött. Hát a papucs az még egy rugalmas és puha anyag volt, itt voltak annál keményebb dolgok is. Voltak ilyenek. A korábbi 15 éves kapcsolatunkban azért, kiskorunkban azért, hát néha elcsattant egy-egy pofon, vagy egy partvisnyél fenekes, úgyhogy voltak ilyenek. Hát ez lehet vitatkozni, hogy hozzátartozik-e, vagy nem tartozik-e hozzá itt az úszásban az eredmények, a magas szintű eredmények eléréséhez. Ez volt a Tamás bácsi módszere végül is, hát néha volt ilyen szigorúság, amikor már más lehetősége nem volt. De mondott, hogy Szöul után kiengedett a vasmarok szorításból, lehet, hogy kellett volna megint egy partvisnyél, és akkor még mindig úszol? Vagy egy idő után? Nem, ez már a partvisnyélben már régen nem lehetnek, ez a kiskoromban, 10-valahány éves koromra értendő ez a partvisnyéles meg papucsos dolog. A szigort itt az Szöuli olimpia előtti időszakban, tehát 86-87-88-ra, úgy értem, hogy egészen egyszerűen edzői módszerekkel, ismétléssel, szigorral, nyomással nem kényszerítettek, ha végül is olyan állapotban voltam, hogy nem tudtam, lógtam, fáradt voltam, nem akartam úszni, akkor volt ez a edzői szigor. De hát ez végül is, ez az edzői szigor sem tarthatott egy 25 éves embernek, azért nem lehet azt mondani, hogy akkor nem is ismétlem, hogy mit nem lehet mondani. Tehát más módszerekkel kell már bánni egy felnőtt versenyzővel, mint egy gyerekkel, vagy fiatalkorú, vagy tizenévessel. Tehát ez most akkor kit ver, mert ez akkor az emberek van, hogy akaratlan is bekattan, hogy most az új, a fiatal generáció. Vannak fiatalok, akiknél meg szükséges az ilyen irányú nyomás azért. Azt kell mondanom most már így visszanézve, nekem is akkor szükségem volt erre, mostani fiataloknak is, a mostani csoportban, akik 15-16 évesek, vagy 14 évesek, az még szükséges. Tehát a partiség mindig kéznél van? Na, ott van, ott általában ott van. Úgyhogy... Nem kapsz ezért te is most ki, hogy ilyeneket feltem? Azért mondom óvatosan, vagy kiderül, hogy van ez, de hát
Enélkül nem megy, lehet azt mondani, hogy olyat kell vállalni, hogy valaki a világ elsője akar lenni 200-on, 400-on, mondjuk a kegyetlen vegyes úszásban, vagy partvis nélkül. Tehát önön indítatásban. Fiatal, 10 éves fiúknál az úszásban, hogyha végül is ilyen világszínvonalú eredményeket akarnak elérni, akkor én most afelé hajlok, hogy azért néha el kell csattani egy-egy pofonnak, vagy legalábbis a lehetőségének ott kell lebegni a versenyző feje fölött. Egész egyszerűen lehet, hogy máshol megy másképpen is, Amerikában elképzelhetetlen szerintem, hogy egy ilyen megtörténjen, akár egy 12-13-14 éves versenyzővel, aki már a 25. felszólítása vagy kérése, utasítása sem hajlandó vízbe menni, és ott veri a többieket, meg szórakozik, meg stb. Nem úszik. Ott még esetben elképzelni, hogy akkor ez megtörténjen. Itt voltak ilyenek. Hát Tamás Becsi azért híres volt a szigoráról azért. Már a Hareségtől kezdve, a Hargitiektől kezdve végig a mikorosztályokon keresztül a mostaniak így. Különböző német lapok gyakran írtak, hogy a magyarok doppingolnak. Tehát akkor azért nem tudtak minket soha leleplezni, mert ez a magyar dopping. Hát lehet így mondani, nem is ez. Volt nálunk két francia úszó a korábbi években, akik úgy jöttek ide, hogy a magyarok doppingolnak, és biztos majd bekerülnek, és ők is kapják majd a gyógyszereket, és majd jól fognak ettől úszni. Itt úsztak néhány évig. Tamás Becsi agyonverte őket is hazament? Nem kellett. Egészen egyszerűen beálltak ebbe a iszonyatos kemény munkába, és utána azt mondták, hogy lejöttek a tornaterembe, és azt mondták, hogy igen, a gumikötel ez a dopping, meg mondták, hogy a súlyzó ez a dopping, meg Tamás bácsi a dopping. Egészen ők is meglátták, és megváltoztatták az elgondolásokat, vagy az előítéletüket velünk kapcsolatban. Nem kellett itt dopping, egész egyszerűen az edzések voltak, a Tamás bácsi volt, már elég volt arra, hogy meg tudjuk, vagy elcsinálni az edzéseket, vagy el tudjuk végezni a feladatokat. Mondod, hogy a fiúkat verték, a lányokat is? Nem. Egérke is kapott? Nem, soha. Tehát a lányokat soha, nem. Hát ha lányod lesz, akkor úszhat. Úszhat. A fiam lesz, akkor is úszhat, ha ezt választja. Ismerve az apja életét, pályafutását, eredményét, ha még ennek ellenére, vagy ugyanígy vállalja az edzéseket, meg egyáltalán ezt a sportot választja, akkor csinálja, nem akarom befolyásolni. Majd elmondom neki, hogy mit kaphat, meg mit kell adni érte. Ha még úgy dönt, akkor csinálja. Szóval, és hát, hogyha kell ilyen szigor, ami nekünk volt, vagy amit mit kaptunk, akkor neki is szükséges, ha végül is olyan edzőhöz kerül, akinél olyan magas szinten akar eredményeket elérni, akkor ezt is vállalnia kell a edzéseken kívül. De azt kell mondanom, hogy ez mind eltörpül az edzések nehézségei mellett. Szóval végül is az a legnagyobb kínszenvedés, meg nehézség. Tehát igen, éveken keresztül ezt a monotóniát elviselni, az a szörnyű. Tehát az, hogy néha elcsattan egy-két pofon, hát mennyivel egyszerűbb lenne elviselni egy edzés helyett, akkor választani lehetne, ha választani két lehetne, pofon, vagy hát akkor 20 000 méter. Egyértelműen hamarabb túl lennék rajta. Úgyhogy. Ennek ellenére, ha edző leszel, mert ugye a szakedzői képesítésedben neked is lesz partvisod? Igyekszem elkerülni, úgyhogy csak a legvégső esetben. Szóval lehet, hogy az lesz, hogy választanom kell, hogy vagy csinálom partvissal, vagy abba hagyom, és akkor nem tudom olyan magas színvonalra fölvinni az úszóimat. Lehet, hogy választom majd, akkor lehet, hogy azt kell választanom majd, hogy inkább nem csinálom. Nem tudom. Elképzelhető, hogy a partvishoz nyúlok. Lehet, hogy nem fogom inkább vállalni, hogy a versenyzőket ilyen formába veszionáljam. Most lassan az fogalmazódik meg bennem kérdés, hogy miért csak most hagytad abba? Tehát ilyen szinte ijesztő ez már. Mármint mi a... Hát, hogyha az embert így verik, ha ilyen kínokat kell átélnie, nagyon itt rámegyünk erre a verésre. Nem, szó sincs semmi ilyesmiről. Én már évekkel ezelőtt, már 6-8, már nem is tudom már hány éve, vagy 10 éve nem vagy kaptam utoljára egyáltalán a Tamás bácsitól, úgyhogy szó sincs arról, hogy naponta... Na de mondottad ott, hogy jobb lett volna két pofon, mint az a 20 000. Hát ha választani lehetett volna végül, ugyanazt el lehetne érni, akkor azért a napi 6-8 óra helyett most azt mondom, hogy egyszerűbb megoldás, de hát végül is hülyeség ilyenen gondolkodni, igen. Mert nem lehet. De Tamás, mi volt az ellentétel? Tehát miért volt érdemes mindezt felvállalnod? Tehát ezek voltak a negatívumok, most mi az, ami ebben a pozitívum? Tehát sok edzést, szenvedést, 20 év munkát miért volt érdemes felvállalni? Elsősorban a siker, ami
ami kárpótolt ezekért a szenvedésekért, vagy edzések elviseléséért. Azon kívül mindig magamnak felállítottam egy célt, amit el akartam érni. Évről évre ezt próbáltam teljesíteni, általában sikerült. Mindig magamon belül akartam bizonyítani végül saját magamnak, hogy ezt is és ezt is meg tudom csinálni. De ez ilyen egyszerű? Szóval akkor miért nem vagyunk világelsők, és akkor felsorolhatom az élet meg annyi területét, hogy ki kell tűzni egy célt, vállalni kell? Gondolom, mindenki kitűz magába kisebb-nagyobb célokat, vagy saját maga számára nagy célokat. Aztán valakinek sikerül elérnie, valakinek nem. Tehát végtel is akkor te most hogy vagy Szécsi Tamással? Tehát ez, aki a nehézségeket, a esetlenkénti gyötrelmeket megkövetelte tőled, az te és Szécsi, hogy viszonyultok egymáshoz? Erre azt tudom mondani, hogy régen, mikor még sűrűbben nyilatkoztam, tehát ez jó régen volt, de egyszer mondtam olyanokat, végül is az igaz is volt akkor, hogy egy-egy ilyen nagyon feszült pillanat, ez még 13-15 éves lehettem, körülbelül 16, az edzőt egy kanálvízbe megfojtanám. Bármilyen, szóval a legképtelenebb és legcsúnyább káromkodásokat szórnám a fejére, és a világ másik végére kívánnám inkább, ilyen pillanatokban vagy az edzés nehéz perceibe. Tehát, de ez elmúlik. Az edzés után már elmúlik ez a stressz, elmúlik ez az érzés. És így visszagondolva, ezekre a nehéz percekre is, hát azt kell mondanom, hogy Tamás bácsit ennek ellenére, vagy ettől függetlenül, tehát hogy ezeket a szenvedéseket itt végig éltük közösen, mert végül is ugyanúgy ő is részese volt, hát óriási hálával és szeretettel gondolok csak rá, tehát az egész életemet, vagy életem eddigi részét végig kísérte és formálta, úgyhogy én annak ellenére, hogy ilyen pillanatok vannak az edzésen, nagyon szeretem és tisztelem, és hát remélem, hogy a kapcsolatunk az továbbra is megmarad ilyen jónak, amilyen most van. Hát hálás, hogy kiverte belőled, és a szó majd nem szoros értelme. Megint a verésen vagyunk, szóval jelképe kihajtotta. Még jelképe is rossz, így ezeket itt használjuk túl sokat. Szóval, hogy kihajtotta belőlem ezeket az eredményeket, vagy végül, és képesített arra, hogy elérjem. Természetesen maximálisan hálás vagyok, és tisztelni fogom Tamás bácsit életem végéig. Szóval, és remélem, hogy ez a szeretet, vagy ez a jó kapcsolat, ez kölcsönös, és ez megmarad később is.